A SICWIS konferencia egy Európai Uniós pályázat részeként valósult meg, amelyen a projekt szakmai vezetője elmondta, hazánkban jelenleg mintegy 450-500 szodavizes vállalkozás működik. Ezen a rendezvényen őket ismertették meg azokkal a lehetőségekkel, amelyek segítségével a piacon tudnak maradni. Régi kézműves szakmáról lévén szó, főként idősek foglalkoznak szikvízgyártással. Ez csak azért baj, vélik a szakemberek, mert ők nem részesítik előnyben a digitális eszközök használatát, amelyek szükségesek a fennmaradásukhoz. Mindez nem csak emiatt lenne fontos, ugyanis a szikvízpiac folyamatosan változik. Igazából nagyon sok embernek a emlékképében az a nagykerekes szódavíz gyártó gépezet van. Bementünk a szódáshoz, és egy nagykerekest még annak idén az idősebb korosztály még kézzel hajtotta. Utána jött ott is egy nagy fejlődés történt az elektromos árambevezetésével, jöttek a villanymotorok. Hát most egy következő lépés technológia van, a programok vannak igazából, amit be lehet vezetni a szikvíziparban. Tehát vannak olyan gépek, amik már számítógépvezérléssel működnek, akár töltenek, palackoznak, nyilván tartanak, és mindenféle olyan informatikai hátteret biztosítanak, ami egy vállalkozásban manapság szerintem nélkülözhetetlen. A konferencián hangsúlyozták, a termékkínálat alapvetően nem változott az utóbbi időben. Vannak, akik ízesített verziókat gyártanak, de erre nem túl nagy az igény. A szakemberek kiemelték, csak hazai piacra gyártanak. Az viszont igen gyakran fordul elő, hogy magyar szikvíz készítőgépeket visznek ki külföldre, és ott használják azokat szódavíz előállítására.